kormányfő egyértelművé tette az Európai Bizottság elnökének, hogy Magyarország az újraindítási tervét az uniós helyreállítási alap vissza nem térítendő támogatására adja be. Több mint érthetetlen, hogy miért mondja le a kormány 5800 milliárd forint 57%-áról, miközben pontosan tudjuk, hogy több ezer milliárd orosz és kínai hitelt vesz fel a kormány, aminek visszafizetése véletlenül többe kerül, mint az uniós forrás. A kormány terveiből az is kiderül, hogy mire lenne támogatás, ugyanakkor a Fidesz kabinet erre nem kíván fordítani pénzt, többek között a közbeszerzések átláthatóság tétele, munkanélküliségi járulék idejének meghosszabbítása, vagy éppen a korrupció ellenes küzdelemre. Ismert az is, hogy a helyreállítás alapból kívánnának biztosítani forrást az egyetemek felújítására is. Korábban elhangzott az a szám, mintegy 1500 milliárd forintot. Információk szerint azonban, hogy a kormány az uniós források jelentős részéről lemond, így a szűkített tervben leginkább az egyetemek fejlesztésére szánt összegből venne el. Ennek is megvan az oka, ugyanis az Európai Bizottság jelezte, hogy az egyetemek alapítványba történő szervezése folytán az uniós források felhasználása nehezen átlátható és nyomon követhető lesz, ami nem elfogadható, úgyhogy inkább a kormány lemond az egyetemekre szánt források egy jelentős részéről, mint hogy egy fontos politikailag kényes csatában menjen a bizottsággal. Noha egyébként az egyetemi modellváltás fő érve az volt mind az intézmények, mind a közvélemény felé, hogy soha nem látott 1500 milliárd forint értékű uniós forrás fog a felsőoktatásba áramlani. Épp ezért két kérdésem van, miért mond le a kormány fontos célokra fordítható uniós forrásokról, úgy, mint a munkanélküliségi járadék idejének meghosszabbítása, vagy éppen az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítése, vagy éppen a korrupciós ellenes küzdelem, valamint az uniós források jelentős mértékű lemondása után mekkora összegre számíthatnak a felsőoktatási intézmények, beleértve a Szegedi Tudományegyetemet is, a korábban beharangozott 1500 milliárd forinttal szemben. Várom megtisztelő válaszát. A válaszra Orbán Balázs államtitkár urat illeti a szó. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Arról tudom tájékoztatni képviselő urat, hogy az információi nem helytállóak. Az egyetemek saját maguk megfogalmazták saját fejlesztési igényeiket, ezeket a kormány rendelkezésére bocsátották, ez nagyjából megfelel annak az összegnek, amit ön is említett a felszólásában, és arról tudom tájékoztatni, hogy ezekhez a fejlesztési forrásokhoz hozzá fognak jutni az egyetemek. Vagy magyar költségvetési forrásból, vagy a következő időszak uniós költségvetési forrásából, leginkább a GINOP terhére, vagy pedig az úgynevezett RRF, tehát a helyreállítási alapnak a terhére. E tekintetben azt a megoldást fogjuk választani, ami Magyarország és a magyar költségvetés szempontjából a legfontosabb, az egyetemek számára pedig szerintünk az a forrás, hogy az a fontos, hogy ezek a források minél előbb megérkezzenek, ezt a két célt egyidejűleg tudjuk teljesíteni. Az RRF tekintetében egyébként nyilvánosak, hogy a kormány mire szeretné, mi a prioritási lista, mire szeretné költeni ezeket a forrásokat. Demográfia, köznevelés, ott van benne az egyetemek megújítása, felzárkózó települések, zöld átállás, digitális fejlesztés, egészségügy és az ön által említett például a közbeszerzésre vonatkozó tételek is ott vannak, úgynevezett horizontális feltételeknek való megfelelésként csomagolva. Kérdezte ön, hogy bér és járulék elemeket miért nem számolunk el RRF terhére. Itt szeretném jelezni önnek, hogy mi szeretnénk elszámolni, tehát ha van önnek és pártjának lobby ereje, akkor vesse be Brüsszelben. Például orvosbéremelések elszámolásával kapcsolatban próbálkozunk, de jelen pillanatban Brüsszel irányából ellenállással találkozunk. Tehát ez például egy olyan pont lehet, ahol nem az egyet nem értésünket kell kedélyesen rögzíteni, hanem akár közösen tudnánk dolgozni a magyar emberek boldogulásáért. Egyébként pedig az egész terv végrehajtásának a sikerében szeretném kérni az önöknek a közreműködését. Azért eddig azt láttuk, hogy leginkább politikai típusú gáncsoskodásokkal találkoztunk az önök oldaláról. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.